mai alkalommal fogjunk is hozzá, és az a csodálatos öngyógyító képességével kezdjünk, hogy megalapozzuk úgy élettanilag és anatómiailag mindazt, amiről a későbbiekben szó lesz. Azért nem kell attól megijedni, hogy ez valamiféle természettudományos előadásra szól, legklasszikusabb értelmében, mert azért a részletekben nem mélyednénk el, sokkal inkább a lehetőségekkel foglalkoznánk, és azért szólunk néhány szóban mindarról, ami az agyat jellemzi, felépítettségében, működésében, lehetőségeiben, hogy fogalmat tudjunk alkotni arról, hogy miféle kincs van a birtokunkban, ami feltehetően, nem akarok ezzel senkit megbántani, ami feltehetően nincsen maximálisan kihasználva. Azt mondják, hogy általában az agy kihasználtsága 2%, és Einstein, aki ugye közismerten a zsenik közé sorolható, ő az agyának az összkapacitását alapul véve mintegy 7-8%-ot használt ki. És hát ilyen világrengető felfedezésekre is ragadtatta magát egyszer-egyszer. Egy másik dologra is hadd hivatkozzam. Nem tudom, ez a név, hogy autizmus bizonyára ismert mindenki előtt, de talán az ezzel társított fogalom a Savant-szindróma nem. Az a valaki, aki az eső embert alakította, mondjuk Dustin Hoffman, de akiről az alakot mintázták, az egy Kim Peek nevű Savant-szindrómában szenvedő valaki volt, majd menet közben foglalkozunk vele, hogy egy embernek az agya milyen kihasználtsági lehetőségeket kínál, még ilyen beteg állapotban is, arra éppen az ő példája a legérdekesebb. Ez az ember nem tudja egyedül begombolni az ingét. 2 évig tanították, hogy a buszmegállótól haza tudjon menni egyedül. De amikor könyvet olvas, akkor így olvas, a bal szemével a bal oldalt, a jobb szemével a jobb oldalt, 10 másodperc alatt elolvassa mind a 2 oldalt, és maximálisan rögzíti a tartalmat, amit bármikor fel tud idézni. Pillanatnyilag 12 000 könyvet tud kívülről, bármikor felidézhető formában, idéz belőle, és annyiban tér el az általában ilyen jellegű agykárosodással küszködő emberektől, hogy ő 15 különböző területen zseni. Élő Google-nak nevezik, és sok minden egyéb nevet társítanak a képességeihez. Aztán vannak olyanok, ugyancsak ettől a betegségtől szenvedők között, ez valószínűleg ismertebb, Amerikában él egy fekete bőrű fiatalember, akit egyszer felvittek sétarepülőzni New York fölé, és amikor leszállt a gép, mintegy 3/4 órás repülési időt követően, ez a fiatalember a legapróbb részletességgel lerajzolta, amit látott. Az utcák méretarányosan szerepelnek, benne a házak rajtuk, az emeletek száma, az ablakok helye, ajtók helye, szóval minden a legapróbb részletesség, mert valami fotografikus elméje van, egyszer meglát valamit, és azt tökéletesen vissza tudja adni. Ezzel megint csak szeretném érzékeltetni, hogy valami nagyon nincs rendben velünk, mert az agyunk 2%-os kihasználtsági szinten működik, és ha ezen az arányon lehet változtatni, akkor miért ne tennénk? És ez az 5 részből álló előadás sorozat részben ezt tűzte célul, persze ehhez önöknek is partneri szerepet kellene majd betölteni. Egyetlen érdekes és önökön múló dolog az egész, gondolkodni kell. Azt mondja ez a bizonyos Descartes, aki a 16.-17. században élt, cogito ergo sum, gondolkodom, tehát vagyok. És én ugye eljátszom a gondolattal, és megfordítom ezt a képletet, és felteszem a kérdést, és ha nem gondolkodom, akkor nem vagyok. Hát valahogy igaz ez, mert hogyha nem gondolkodom, akkor nem igazán tarthatok igényt arra, hogy én gondolkodó ember vagyok. Márpedig egy olyan világban élünk, ahol a gondolkodásról sokkal inkább leszoktatnak, mint ránevelnek. Mindent készen kapunk, megrágva, kiértékelve, értelmezve. Az a mintegy 20 000-nyi döntési helyzet, ami kinek-kinek az életét jellemzi, az is közvetett formában utal erre.
Ki az, aki 20 ezer döntési helyzetben minden egyes részletkérdést átgondolva valóságos, teljes értékű döntéseket tud hozni? Hát én nem hiszem, hogy van ilyen, mert ha 20 ezer döntést az ébren töltött órák számával elosztjuk, akkor nagyon kevés idő jut egy-egy döntés meghozatalára. És akkor sodródunk. És most szeretnék mindjárt előjáróban két olyan mondatot elmondani, ami majd az előadás sorozat egészén átvonul. Szokrátész nevével hozzák összefüggésbe az egyiket, de a bibliai példabeszédek könyvében ugyanúgy megtalálható, ahogy az ember gondolkodik, az ő maga. Minden egyes gondolat nyomot hagy, minden egyes gondolat áthuzalozza, átstruktúrálja az agy szerkezetét, és ha ezek a gondolatok nincsenek ellenőrzés alatt, akkor ellenőrizetlen gondolatok formálnak engem. És azzá válok, amivé az ellenőrizetlen gondolatok formálnak engem. Ha bizonyos emlékképek jelennek meg, vagy különleges dolgokat látok, vagy nézem a tévét, akkor az ott látható dolgok, miután minden egyes látványhoz nyilván valamilyen gondolat társul, formálnak engem. És voltaképpen nem az vagyok, aki akarok lenni, hanem amivé a környezetem, az engemért benyomások és az azok nyomán kialakuló gondolatok alakítanak. Egy John Eccles nevű agykutató azt mondta, hogy a gondolkodás génszintű hatásokra képes. Mi változik, ha megismerjük agyunk működését? Hát részben utaltam rá, ez volt a bevezető és a kettcsináló. Most már kimondhatjuk az első kérdésre a választ, hogy mi magunk változunk, ha az agyunk működésével tudatosan együtt haladva magunk fogadunk be bizonyos gondolatokat, és magunk rekesztünk ki másokat. Annak megfelelően, hogy milyenné akarunk alakulni. Azokat a gondolatokat, amelyek a mi tudatunkat, a mi lényünket, a mi elképzelésünknek megfelelően formálják és alakítják, azokat befogadjuk, amelyek pedig más irányban befolyásolnak bennünket, azokat kirekesztjük. Megoldást nyújthat-e problémáinkra? Erre is azt mondhatjuk, hogy igen. Sokan úgy gondolkodnak, hogy az agy az eleve kódoltság, nyomorúsága alatt nyög, és azt mondják, hogy a tudományos világ, az agykutatás, mint egy 20 évvel ezelőtt, még azt vallotta, hogy az agy nem változik. Hogy ahogy megszülettünk, akkor van az agyunk a legkedvezőbb állapotban, mert attól kezdve napi rendszerességgel a szürke állományból mint egy 50 ezer idegsejt hal el. Ez nem akkora veszteség, hogy kétségbe kellene esnünk miatta, mert 100 milliárd agysejtből kopik 50 ezer naponta. Marad bőven, és miután csak úgyis 2%-át hasznosítjuk, ezért észre sem vesszük ezt a veszteséget. De a gondolatmenet ott indult, hogy 20 évvel ezelőtt még azt mondták, hogy az agy nem változik. Hoztam ide egy könyvet, az a címe ugye a változó agy. Miből is mi következik? Hogy ez a 20 évvel ezelőtt megfogalmazott tudományos megállapítás idejét múltá vált. És az előzőekben is mondtam, a gondolat változtat az agyamon, az agy struktúráján változtat. Ahogy most itt ülünk és elgondolkodunk azon, ami elhangzik, eközben is változik az agyunk. Azoknak a gondolatoknak megfelelően, amelyeket befogadunk, és azoknak megfelelően, amelyeket kirekesztünk. Egyszerűen a gondolat, ugye minden pillanatban gondolunk valamire, akár tudatosan, akár csak úgy a sodródás jegyében, minden egyes pillanatban más és más az agy húzalozottsága. Mennyivel jobb lenne tehát, hogyha ezt a dolgot kézbe vennénk, és mi formálnánk tudatosan az agyat. Ennek a könyvnek nagyon beszédes a címe, a változó agy. És egy másik agykutató, egy hölgy, egy dr. Caroline Leaf nevű, érdekes megállapítást tesz, azt mondja, hogy az agykutatás és úgy általában a tudomány kezdi utolérni a Bibliát. Hát ha valaki ismeri a római levelet, a római levél 12. fejezetének a második verse pont így kezdődik. Azt mondja Pál apostol, változzatok el a ti elmétek megújulása által. 20 évvel ezelőtt ezt még senki nem vette komolyan, ez tudománytalannak minősült, most pedig egyszerre csak megjelenik a tudomány világában, egy könyvszín formájában is az, hogy kérem az agy plasztikus, az agy rugalmas,
az agy változtatható, mégpedig a befogadott gondolatok változtatják. Milyen szerepe van a szülői képességek fejlesztésének, nevelési programoknak, hipnózisnak, agymosásnak, jogrendszer átszervezésének, és sorolhatnánk, de ez csak a kérdés felvetés, menjünk akkor tovább. Itt van Szokratész szobráról egy kép, ugye az ő nevével kapcsoltuk össze ezt a kijelentést, ahogy az ember gondolkodik, az ő maga. Én tudom, hogy most a felelősség áthárítás terhét hordozzák, mert nem foghatjuk se a körülményekre, se a neveltetésre, se semmire, hogy milyenek vagyunk. Mert olyanok vagyunk, ahogy gondolkodunk. Amilyen gondolatokkal foglalkozunk, amilyen gondolatokat befogadunk, ezzel egyidejileg a befogadás alapján magunk döntjük el, hogy ezek a gondolatok formáljanak bennünket, vagy ne, és olyanná formálnak, többször fogom hangoztatni és hangsúlyozni, olyanná formálnak, amilyen a gondolat maga, amilyen tartalommal megtöltöm. És az előbbi gondolatra visszatérve, tudnék arra, amit ez a bizonyos dr. Caroline Leaf fogalmazott meg, hogy a tudomány kezdi utolérni a Bibliát, ugye Pál apostol azt mondta, változatok el a ti elmétek megújulása által. És hozzáteszi a gyakorlati tanácsot is, amíg csak igazak, amíg csak nemesek, ha van valami erény, ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Tehát közvetett módon, mint egy a kulcsot is a kezünkbe adja, nemes, tiszta dolgokkal foglalkozzál, ezzel töltsd meg a tudatodat. Te magad határozd meg, hogy miről akarsz gondolkodni, mivel akarsz foglalkozni, mert azzá válsz, amivel foglalkozol. Azzá válsz, amilyen gondolatokat befogadsz, és kirekesztheted, egy másik Biblia vers ugyancsak Páltól származik, ejtsünk minden gondolatot fogjul, tehát vonjuk ellenőrzésünk alá a gondolkodásunkat, a gondolatokat, és döntsük el mi, hogy mi jöhet be, és mi marad kint. Hát ennyit a bibliai háttérről, csak azért, hogyha valakik a vallás világából jöttek, akkor tudják ezeket a fogalmakat is a maguk helyén kezelni. Én például örülök annak, amit Selye megfogalmazott, tudnék, azt mondja az Életünk és a Stressz című könyvében, hogy a racionális értelem korszakában szinte megörvendeztet, amikor a vallásbölcseti doktrinákról kiderül, hogy biológiai igazság az alapjuk. Hát itt most éppen erről van szó. Vallásbölcseti doktrinákról beszéltünk, Pál apostol tanácsairól, és kiderül, hogy tudományosan megalapozott bibliai igazság áll a háttérben. Valószínűleg már ő maga is a maga idejében érzékelte azt, hogy a gondolatainkkal tudjuk a hangulatunkat befolyásolni. Minden gondolathoz társul egy érzelem. Ezt kipróbálhatjuk magunkon. Gondoljunk valami szép dologra, és kezdünk jó közérzettől tanúságot tenni, nem? Mert a gondolathoz társul egy érzelem. És ha én felidézek egy múltbeli gondolatot, az ahhoz társuló érzelem is meg fog jelenni. De itt nincs vége a folyamatnak. A gondolathoz társuló érzelem kapcsán megjelenik egy idegingerület közvetítő anyag, egy vegyi anyag, ami az ingerület átvitel szempontjából fontos, mert a két idegvégződés közötti szinaptikus rést kitölti, és az információ így megy át az egyik idegvégződésről a másikra. De ezek a vegyi anyagok engem nem csupán hangulati szinten befolyásolnak, hanem ezek a vegyi anyagok fizikálisan is hatnak rám. Például, hogyha én befogadok valamiféle negatív gondolatot, ehhez negatív érzelem társul. A negatív érzelem kapcsán megjelennek olyan idegingert közvetítő anyagok, amelyek akár beépülhetnek az immunrendszer sejtjeinek a DNS-ébe, és az immunrendszer hatékonyságát rontják. És ezért van az, hogy buskomor, depresszióval küzdő emberek sokkal gyorsabban megbetegszenek, sokkal hamarabb megbetegszenek, mint a viruló egészségnek és jó kedélyállapotnak örvendő emberek, pusztán azért, mert ezek a bizonyos negatív érzelmek nyomán megjelenő idegingert közvetítő anyagok az immunrendszer hatékonyságát is rontják.
És ehhez még hozzáveszünk azt, hogy még az én agyam húzalozottsága, meg strukturális felépítettség és változik egy-egy gondolat nyomán, akkor már kezdem rosszul érezni magam. Mert hogy állandóan változom, és mégpedig a gondolataimnak függvényében. Szóval jó lenne ezen a területen valami megállt parancsolni, és tényleg a dolgok irányítását a kezünkbe venni. Nos, nézzünk néhány statisztikai adatot. Túlzó megállapítások hangzanak majd el, de lehet, hogy nem is annyira túlzóak. Az agy a világegyetem legösszetettebb képződménye. Talán lévén az ember mindig meg akarta érteni, mi is éppen ezért vagyunk itt. A régi görögök hűtőgépnek tartották, mások kapcsolótáblának, számítógépnek, hologramnak, stb. Nem hasonlít egyetlen ember alkotta dologhoz sem. Élő labirintus, és most egy kis cinikus megjegyzés, egy másfél kiló zselé az egész, nem? És ennyi mindenre képes, és ennyire hatással van arra, hogy ki is vagyok én, és ki lehetek én, vagy ki akarok lenni én. Szabályozza, felügyeli, koordinálja a szervezetben végbe menő majdnem összes folyamatot. Összegyűjti, kiértékeli az érzelmi hatásokat, tárolja őket, értelmes válaszokat ad rájuk. Senki sem ismeri az agyban folyó információfeldolgozást. Ennek a mértékére vonatkozóan majd néhány adatot a későbbiekben megemlítenék. Senki nem tudja, hogyan nyerje az agy az érzékszervek bemenő elektromos jeleiből a szemantikus információt. Azt tudjuk, hogy bizonyos tevékenységek eredete a nagyagykérekben található, és az emlékek is ott tárolódnak. Viszont nem tudjuk, hogyan idézünk fel bizonyos emlékeket, hogyan jutnak eszünkbe új ötletek, mi történik az agyban, amikor valami újat tanulunk. Különböző agyrészek működés módjáról szerzett ismereteink úgy jutottak a birtokunkba, hogy valamilyen sérülés érte XY agyát, és ennek eredményeképpen valamilyen funkció kiesett. Akkor tudták, hogy az az agyi terület ilyen és ilyen funkciók felett gyakorol ellenőrzést. Vagy valamilyen agydaganatot tapasztaltak, vagy fedeztek fel valakinek az agyában, és ennek kapcsán, hogy ez miféle zavarokat idézett elő, megint csak tudni vélték, hogy az az agyi terület miféle egyéb funkciókkal kapcsolatos. Hogy ne legyen annyira üres statisztika ez, elmondanék egy példát. Az agy, a nyitott agyműtétekről az a hír járja, hogy ezt érzéstenyítés nélkül lehet végrehajtani, mert érzékelő idegek csak a bőrben, a csonthártyában vannak, de magában az agyban érzékelő, érző idegek nincsenek. Tehát az agyat egy nyitott agyműtét kapcsán lehet úgy piszkálni, hogy ne fájjon az illetőnek. Éppen ezért állatkísérleteket végeztek, és megtalálták, hogy hol van a boldogság központ. És egy patkány agyába egy elektródát ültettek, és azt összekötötték egy nyomógombbal. És a patkány megtanították, mert általában a patkányok rendkívül tanulékonyak, megtanították, hogy hogyan kell megnyomni azt a nyomógombot. És amikor a nyomógombot megnyomta, akkor örömérzet keletkezett a kis lényében. Mit tetszene gondolni, mi történt a patkánnyal? Éhen halt. Mert állandóan azt a gombot nyomogatta úgy, hogy már enni se volt kedve meg ideje, mert annyira a boldogság mámorában fürdött. Na és csak azért mondtam el, hogy ezeket a dolgokat lehessen egy konkrét példához kötni. Na hát most jönnek a statisztikai adatok. Építő elemeinek száma 100 milliárd idegsejt. Ez a tejútrendszer csillagainak megközelítő száma. 100 milliárd anyagcsere és támasztó sejt jelenik meg még ugyanott. A támasztó sejtekről hadd mondjak el egy példát, hogy ezt is tudjuk kötni valahova. Ezek úgynevezett asztrociták, azaz csillagalakú támasztó sejtek, majd mutatok képet róluk. Amikor megfelelő érzelmi környezetben van valaki, vagy netántán gondolkodik, akkor ezek a csillagalakú támasztó sejtek működésbe lépnek, és idegnövekedési faktorokat bocsátanak ki magukból. Honnan tudják ezt? Valahol távol-keleten
született egy igen csökött, elmaradott, fejletlen aggyal egy kislány. A motoros kéreg innen előről szinte teljesen hiányzott, tehát nem tudott mozdulni sem. A hallóközpont sem volt meg, mert nem fejlődött ki a kihordás ideje alatt, és a látóközpont sem. Tehát a külvilágból bejövő ingerekkel nem tudott mit kezdeni, mert nem jutottak el hozzá. Valószínűleg csak a bőrfelület érző idegei működtek, és jutottak el a megfelelő helyre. Mondták az anyának, hogy ezt a kislány nyugodtan be lehet adni valamilyen elfekvőbe, úgyis életképtelen, még a látványában sem kell, hát hogy mondjam, elborzadni, vagy éppen kellemetlen érzésekkel megküzdeni. Az anya nem tudott lemondani a gyerekről, fölvette nagy gyakorisággal, simogatta, dédelgette, énekelgetett neki, de minek, mert úgyse hallotta, és egy bizonyos idő eltelte után észrevették, hogy a gyerek mászik. Kicsit. Ugye nincs motoros központ, hogyan? Nos, itt állapították meg, hogy megfelelő érzelmi környezetben a törődés hatására ezek a csillagalakú támasztó sejtek, ezek az asztrociták beindulnak, és idegnövekedési faktorokat bocsátanak ki magukból, főleg ott, ahol ilyen hiány van. Ezek mint egy tartalékként ott vannak az agyban, és amikor megfelelő körülmények közé kerül az ember, akinek mondjuk elpusztultak az idegsejtjei, akkor idegsejtpótlás következik be. És hogy egy még konkrétabb dologhoz is kössük ezt, egy Sherwan Schreiber nevű szerző bizonyára önök közül sokak előtt ismert. Rák ellen ilyen címmel jelentetett meg a könyvkiadó, az ő szerzőségével egy könyvet, ennek az embernek agydaganatot diagnosztizáltak a fejében, ez egy orvos, egy anesteziológus orvos, és hát ugye nem engedte magát megműteni, hanem különböző természetgyógyász praktikákkal meggyógyította magát. De úgy érezte, hogy mindazzal, amit ő pluszként nyert, tartozik az embereknek, ott hagyta az anesteziológiát, és kutatóorvosnak állt. És mint kutatóorvos állatkísérleteket is végeztethetett. És egy érdekes állatkísérletről szeretnék beszámolni. Egerek két csoportját különítette el ez a bizonyos kutatóorvos, immáron kutatóorvos. Mindkét csoport egyedeit megbetegítette rákkal. Az első csoportban lévő egereknek adott enni, tisztán tartotta a környezetüket, de amúgy hagyta, hogy éljenek úgy, ahogy egereknél lesz szokás. A kontrollcsoport egyedei ugye mind rákosak voltak, ők is kaptak enni, ők is megfelelő tiszta körülmények között éltek. Annyi volt a különbség, hogy ezeket az egereket kézbe vették, simogatták, szóval valamiféle érzelemmeleg környezetet teremtettek számukra. Az előző csoport egyedei mind elpusztultak, az utóbbiak egyedei mind felépültek. Ennek tudom, nagyon messzevezető konzekvenciái lennének, hogy az a világ, amit megteremtünk magunknak, az vajon mennyire élhető, és mennyivel kevesebb betegség lenne, hogyha törődnénk egymással, ha vigasztalnánk, szeretgetnénk egymást. Az állatok körében az a kurkászás, bizonyára mindenki tudja, mit jelent ez a szó, az voltaképpen nem ebédpótlék szerepét tölti be, hogy kifogom a másik bundájából az élősködőket, hanem a törődés kifejezése, mert hogy turkál a másik szőrében, és ezzel bőringert vált ki, ezzel egy érzelemmeleg közeget teremt, és ettől a másik jól érzi magát, és odafigyelnek ilyen értelemben véve egymásra. Nekünk embereknek is lenne találékonyságunk, meglehetősen sok irányban tudnánk gondolatmeneteket indítani, hogy hogyan tudnánk a másik számára elviselhetőbbé tenni az életet. Lehet, hogy sokkal kevesebb lenne a depressziós, lehet, hogy miután negatív gondolatok kapcsán negatív érzelmek születnek, a negatív érzelmek eredményeképpen az egészséget rontó, a fizikai egészséget is rontó vegyi anyagok szabadulnak fel, lehet, hogy ha mondjuk pozitív gondolatokkal, a pozitív gondolatok nyomán megjelenő pozitív érzelmekkel
viruló egészségnek örvendő környezetet teremtenénk rokonaink, barátaink, ismerőseink közegében, akikkel csak találkozunk. Minden neuron szinapszisokon keresztül több ezer másik neuronnal van kapcsolatban, és az emberi agyban az idegsejtek közötti kapcsolatok lehetséges száma nagyobb, mint a világegyetemben lévő összes atom száma. Hát ezt én nem hiszem. Mert nem tudjuk, hogy mennyi a világegyetemben lévő összes atom száma. Úgy gondolom, hogy itt az, aki ezt a megalapítást tette, egy meg nem számlálható, egy végtelen értéket képviselő számot akart, vagy értéket akart hozzáférhetővé tenni. Tehát egyszerűen az emberi agyban az idegsejtek közötti kapcsolatok lehetséges száma a végtelen. Nem tudjuk. Ez is mutatja, hogy ebben a másfél kilós zselében azért van valami különös, nem? Hogy 2%-os kihasználtsággal is egész jól el vagyunk. Az ember bele sem mer gondolni, mi lenne, hogyha egyszerre csak úgy feltámadna bennünk a gondolkodás vágya, és ez a kihasználtság egyre jobb és jobb arányokat mutatna. Különben azért hadd mondjam el, hogy ne gondoljunk arra, hogy ez az intellektus növekedés, ez bennünket erkölcsileg jobbá tesz. A tudományos világ azt mondja a manapság, ez is egy újabb felfedezés, hogy fontosabb az EQ, az emocionális tényező, mint az IQ. Mert az IQ az lehet, hogy az agykapacitás kihasználtságát fémjelzi, de ebből minőségi változások nem következnek. Az érzelmi intelligencia viszont az egymáshoz való viszonyunkat határozza meg, és ami az emberi kapcsolatok minőségét illeti, ez fontosabb. Az előbb említett két példa is erről beszél, amikor a távolkeleti kisrányról esett szó és az egerek két csoportjáról. Ha csupán egyetlen neuron, tehát egyetlen idegsejt közvetlen kapcsolatait jegyeznénk fel egy könyvben, 40 nyomtatott oldallal lenne egyenértékű. Ha az összes neuron kapcsolatot, ugye a 100 milliárd neuron kapcsolatról beszélhetünk, tehát ha az összes neuron kapcsolatot feljegyeznénk 40 oldal per neuron formában, akkor 100-szor 10 a 9-en ilyen jellegű kapcsolatot tudnánk regisztrálni. És hogyha ezt könyvekben juttatnánk kifejezésre, ha egy könyv 400 oldal, és akkor 10-szer 10 a 9-en kötetben gondolkodhatunk, akkor az agyunk összes kapcsolódási helyének regisztrálásához egy 100 milliárd egyenként 400 oldalas könyvből álló óriási könyvtárra lenne szükségünk. Ez a washingtoni kongresszusi könyvtár 100 millió kötettel. És itt ugye egy 100-szor nagyobb számról volt szó az előzőkben. Ez ennek a könyvtárnak csak a központi aulája, sugár irányban meg annyi folyosó ágazik el, ilyen 4-5 méter, de inkább 5-6 méter magas folyosók, plafonig bepolcozva, és minden egyes polc rogyásig tele könyvvel, 100 millió könyv. Adóta lehet, hogy már több. Nézzük tovább. Ilyen egy idegsejt, ott van középen maga a sejt, és ebből rövidebb és hosszabb idegvégződések ágaznak el. Ez a neuron tehát, és ebből axonok és dendritek. Az axon a hosszabb, a dendrit a rövid, és azt mondják egyesek, akik képekben szeretik kifejezni a dolgokat, azt mondják, hogy olyan ez, az idegsejteknek ez a különleges hálózata, mint egy fa, ágakkal, levelekkel, elágazásokkal, minél bonyolultabb, minél szerteágazóbb kinek-kinek az agyában az idegsejtek egymáshoz való viszonya, annál intelligensebb, annál jobban működteti az illető az agyát. Hát itt is egy hasonló az idegsejtről. Itt van az a bizonyos asztrocita, az a csillagalakú támasztó sejt, amelyik hát ilyen csodálatos képességekkel rendelkezik, idegnövekedési tényezőket képes kibocsátani magából, és ezért akár új idegsejtek létrejöttéhez is hozzájárul. Nos, nézzük meg az építő elemeit. A szinapszisok száma sokkal nagyobb, mint a neuronoké. Mennyi a neuronoké? 100 milliárd. A szinapszisoké, tehát az idegvégződések egymáshoz való kapcsolódása,
ezt a számot is messze meghaladja. Egyetlen idegsejt néhány, 100-tól 1000-ig lehet ezeket számlálni, más idegsejtől kaphat információkat, és ugyanennyinek adhatja át a maga információit. Ezek a bizonyos idegsejtek az agy építőkövei, és ugyanazokkal a génekkel rendelkeznek, mint általában a többi sejt, amiben különböznek. Alakjuk más, és a membránjuk, tehát az ideghártya, vagy a sejthártya képes idegi jeleket generálni egy szinapszisban, neurotranszmitterek, tehát idegingerlet közvetítők segítségével. Az idegsejtek 10 a 15.000 kapcsolatukkal szertágazó, átláthatatlan rendszert alkotnak. Gondolj csak el, hogyha 100 milliárd idegsejt van, és egy idegsejt 15.000 kapcsolatot tud létrehozni és működtetni, akkor a 100 milliárdot mondjuk 15.000-rel kell felszorozni. Hát borzasztó. Nem szeretnék visszaülni az iskolapadba és matekkal foglalkozni. Ez rosszul esne nekem. A kapcsolási rajzuk több négyzetkilométeres területet foglalna el. Egy négyzetkilométer 1 millió négyzetméter. És hogyha ezen a kapcsolási rajzon egy-egy kapcsolódási pont egy gombos tű fejjel lenne azonos, akkor több focipálya területet fedne le ez a bizonyos kapcsolási rajz. Százszor bonyolultabb lenne, mint a Föld teljes telefonhálózata. Itt azért egy ilyen kis cinikus megjegyzés kikívánkozik belőlem. Szóval azért az evolúciótól lehet tanulni, nem? Egy másfél kilós kis zselében ennyi minden, hát azért ez érdekes. Az agy kapcsolási tervét azonban senki nem ismeri. A nagy agyban lévő idegrostok hossza egymáshoz fűzve több mint 500.000 kilométer lenne. Ebben a másfél kilóban gondolj csak el, hogy milyen mikroelektronika van ebben a kis zselés anyagban. Az emberi test pedig parancskábelekkel van bekábelezve. Az agyunkon kívül idegrostok hossza 380.000 kilométer, egymáshoz fűzve kiadná a nap földholtávolságot. Ezred milliméter vastag idegvezetékeken információk és parancsok futnak 144 km per órás sebességgel, ami ugye önmagában nem nagy, mert hát ugye az autópályán lehet itt száguldozni, de néhány tized vagy század milliméter a szinapszis mérete, ahol az ideg végződések egymáshoz ugyan nem érnek, de kapcsolódnak a szinapszisban lévő idegingeret közvetítő vegyi anyag útján. Ilyen pici kis távolságot 144 km per órás sebességgel megtenni azért az elég komoly sebességnek minősül. További adatok. A feldolgozási sebesség. Rendkívül nagy mennyiségű adat feldolgozására képes. Egy másodperc alatt 10 a 18-on adat 1 trillió számítási műveletet képes elvégezni. A leggyorsabb számítógép csak 10 a 10-en számítási műveletet képes elvégezni másodpercenként, agyunk 100 milliószor gyorsabb. Pedig a számítógép világa azért némi meglepetést tartogat. Energiafogyasztása 20 watt, tehát a villanyszámlát nem fogja nagyon megemelni, és mindez ilyen hihetetlen képességek hátterén. Erről már beszéltem a kettcsinálás kapcsán, a Savant szindróma egyedeiről, naptármemóriával rendelkezik egyik másik. Tehát én megmondom, hogy 1941. december 10-e megmondja, hogy milyen nap volt akkor, kedd, szerda vagy csütörtök. Azonnal. Hihetetlen nagy, akár 7 számjegyű számokkal képesek hihetetlen számítási műveleteket elvégezni. Óra nélkül pontosan megbecsülik az idő múlását. Nagy számokat osztanak, szoroznak fejben, négyzetgyököt vonnak, és kimondják, hogy az adott szám legyen bármekkora, prim száme vagy sem, tehát osztható önmagán kívül és egyel más számokkal-e.
adatokat, térképeket, statisztikákat, telefonkönyv részleteket jegyeznek meg. Itt van egy Leslie Lemke nevű fiatalember, aki meglehetősen csökevényes adja a született szintén. Ugyanakkor egy betegség uralkodott el rajta, ki kellett venni mind a két szemét. Tehát ráadásul egy ilyen kis élő halottként élte a maga életét, olyanira megsajnálta egy házaspár, hogy magához vette, és úgy nevelték, mintha a saját gyerekük lenne. És ebben az érzelem meleg közegben ez a gyerek kezdett kinyílni. És egy érdekes eset társul a nevéhez. A család együtt megnézett egy filmet, amiben egy hosszú darab szerepel Csajkovszkijnak valamilyen művéből. Megnézték, aztán utána elmentek aludni. A házaspár nyilván a maga szobájába, a gyerek pedig vélhetően a magáéba. Kis idő elteltével zenét hallanak lentről a nappaliból. Mondja a nő a férfinek, hogy figyelj, bekapcsolhatjuk a tévét? Menj már lenézed meg, hogy hát kinek kell lemenni. Ez világos, hogy kinek. Na, lement a férfi, és a következő derült ki. Ez a gyerek egyszeri hallás után, noha nem volt semmilyen zenei előképzettsége, lejátszotta a teljes darabot. Ez a Richard Wavro, ez pedig hihetetlen képességekkel rendelkezik, nem mintha a többi nem. Képeit különleges zsírkrétával készíti, és emlékezetből rajzol képeket, amelyeket csak egyszer látott, akár a tévében, akár az életben. Olyan magas szintű művészetről árulkodnak a képei, hogy Margaret Thatchernek is van néhány, és II. János Pál pápa birtokában is volt néhány. Ez az a bizonyos híres szavant, aki egy sétarepülés kapcsán lerajzolta New Yorkot, lerajzolta Rómát, a Kolosseummal és mindennel együtt, és lerajzolta Tokiót. Egyszeri látásra, ugye a repülőgép nem áll meg a levegőben, de erre nem képes, tehát nem tudta hosszan figyelni a látnivalót. Bejárta a repülőgép azt a pályát, ugye sétarepülés formájában, amit éppen, és egyszeri látásra méretarányosan és pontosan mindent megfigyelt, lejegyzett, és később 3 napba tellett, hogy a 3/4 órás látványt rögzítse, és hát látjuk, hogy rajzol. Létrán állva, mert egy hatalmas köralakú épületben feszítettek ki óriási méretű felületet, fehér felületet, hogy ott rajzolhasson. Hát itt van ez a Kim Peek, az igazi esőember. Hát csak azért, hogy lássuk, hogy mondjuk a külső megjelenése is mutat némi agyműködésbeli hiányosságot. Ugye nem tudja koordinálni nyilván a mozgását, mondtam, hogy az ingét nem tudja egyedül begombolni, nem tudott hosszú ideig egyedül hazamenni a buszmegállóból, de ő aztán ténylegesen szavant a javából, mert 15 területen zseni. Ehhez fogható nincsen. Nos, akkor mit lehet róla még tudni? A kisagyában károsodás eredményeképpen hiányzik a kéregtest, ami összeköti a két agyféltekét. És ugye ne felejtsük el, az agy változik, önfejlesztő képessége van, aminek ugye az a következménye, hogy a neuronjai, tehát az idegsejtjei valamilyen más kapcsolatot alakítottak ki a kéregtest hiányában, ami a memória kapacitás hihetetlen növekedésével járt együtt. Sétáló enciklopédia, mondtam az előbb, élő Google-nak tartják, rengeteg könyvet olvas, és meg a szavannak nevezik, mert hogy 15 területen géniusz. Mondjunk néhány dolgot a nagyagykéregről, de ez is csak statisztikai adat lesz, úgyhogy ezen majd gyorsan túllépünk. Csak azért, hogy ezek a bizonyos számok is segítsenek fogalmat alkotni arról, hogy ebben a kis valamiben ott bent, ebben a nem nagyon ismert kis dologban mennyi minden van, miféle képességek rejlenek. És ezzel voltaképpen csak szeretném megalapozni azt, hogy amikor gondolkodunk, akkor hihetetlen képességek állnak a gondolat hátterében,
és a gondolat ténylegesen komoly változásokra képesít bennünket, sőt maga a gondolat igen nagy területeken mélyrehatóan változtat. Az agyhoz tartozik egy limbikus rendszer is, ezt csak azért említem, mert a limbikus rendszer az érzelmeinkért felelős. És ha normálisan gondolkodunk, akkor a tudat, a gondolat irányítása alatt tartja az érzelmeket is. Ha a limbikus rendszer fölébe kerekedik a gondolatnak, akkor baj van. Tehát ha az érzelmek veszik át az irányítást, ott katasztrofális, káotikus állapot jön létre. Tehát a sorrend mindig a gondolathoz érzelem társul, az érzelem ideginget közvetítő anyag kialakulását, megjelenését generálja, és ezek hatnak. Átformálják az agy szerkezetét, új kapcsolatokat hoznak létre, sejtszinten, sőt génszintű hatásokat generálva működnek. Itt most beszélünk az agyról, mint egy csodáról. Egy újabb tudományág van születőben, ez pedig a szívtudománya. És a szívről manapság azt vallják, hogy úgy működik, mint egy második agy. Sőt, sorrendiségét tekintve ez a pumpa az elsődleges, és ez a fejünkben lévő pedig a másodlagos. Elhoztam egy cikket, hogy ne az én szabadon megfogalmazott mondataim álljanak itt. Szívünk intelligenciája, ez a cikk címe, egy Életmód nevű újságban jelent meg, még 2010-ben. Megfigyeléseink során azt láttuk, hogy szívünk úgy viselkedik, mintha saját értelemmel rendelkezne, és alapvető módon befolyásolja azt, hogy hogyan fogjuk fel a világot, és hogyan reagálunk rá. Állítja a szív működésének kutatására szakosodott kaliforniai Szívmatematika Intézet weboldala. Lényegileg úgy tűnik, hogy a szív befolyásolja az intelligenciát és a tudatot. Fajsúlyos kijelentések ezek, hiszen az orvostudomány ma is kitart amellett, hogy az agy irányítja a te szerveit, beleértve a szívet is. Itt egy picit álljunk meg, hogy a felolvasás ne legyen unalmas. Ahogy utaltam rá, a szív egy külön agyként működik. Önálló idegrendszere van. 40 ezer olyan különleges idegsejtet tartalmaz, ami a szervezet egyéb területein nem található. Minden egyes idegsejt, a szívben lévő idegsejt parányi mini agynak minősül, és a szív felül az agy irányába futó idegszálak száma kétszerese annak, mint ami az agy felül a szív irányába fut. És akkor hadd folytassam. Egy bizonyos Howard Martin, ennek a Szívmatematika Intézetnek az alelnöke szerint, a szív 40-szer, 60-szor több elektromos impulzust bocsát ki, mint az agy. Nem pusztán vért pumpál, hanem szerepet játszik az érzelmek irányításában, hormonok termelésében is. Az emberek évezredekkel ezelőtt is úgy írtak a szívről, mint ami saját intelligenciával rendelkezik, és lehet, hogy igazuk volt. Itt megint néhány idézetet említenék. Azt mondja a példabeszédek könyve, minden féltett dolognál jobban őrizd a te szíved, mert abból indul ki minden élet. 3000 évvel ezelőtt. De itt is egy kísérletet elvégezhetünk magunkon. Amikor valami kellemes dologra gondolunk, nem melegszik meg a szívünk tája? És nem ismerős ez a kifejezés, hogy elszorul a szívünk? Tehát valószínűleg nem csupán egy pumpa szerepét tölti be ez a szív, hanem valami egész mást is. És azért, hogy még talányosabb legyen, említenék egy kísérletet. Ez a kísérlet a következőképpen néz ki. Fiatal embereket beültettek külön elszigetelt kis fülkékbe, egymással nem érintkeztek a külvilággal sem, minden egyes kis fülkében volt egy monitor, és egy központi irányító helyről randomizált kísérlet formájában, tehát tetszés szerint
Hát vezetett képeket jelenítettek meg a képernyőkön. Nem tudta senki, hogy milyen sorrendben jelennek meg a képek, voltak negatív emóciókat kiváltó képek, és voltak kellemes látványnyújtó, a szívben melegséget kiváltó képek. Ugye gondoljuk csak el, hogy ez szép naplemente, vagy gyümölcsfák virágzása, vagy virágos rét, ezek nagyon kellemes érzéseket váltanak ki. Viszont ha mondjuk kezd felmászni a lábam szárán mondjuk egy ilyen nagyobb méretű pók, vagy akár csak ennek a látványa, hát biztos, hogy összeszorul a szívem, nem, és görcsbe áll minden porcikám. Na, tehát jöttek ezek a képek. És azt figyelték meg, miután ezeknek az embereknek a szíve, tája, feje mindenféle érzékelővel volt teleaggatva, észrevették, hogy a szív 6-8 másodperccel korábban reagál, mint ahogy a kép megjelenik, és a kép tartalmának megfelelően reagál. Ha kellemetlen kép jön, 6-8 másodperccel korábban reagál a szív, ismétlem, a kép tartalmának megfelelően. És akkor olvasom tovább, mert itt van a válasz erre a talányra is. Neurokardiológusok, egy érdekes mondat, a modern tudomány néha csak azt fedezi fel, amit az emberek már amúgy is tudnak. A neurokardiológiai kutatások egyik úttörőjeként Dr. G. Andrew Armour vezette be a funkcionális szívbéli agy fogalmát még 1991-ben. Kutatásai során felfedezte, hogy a szív rendelkezik egy saját, összetett idegrendszerrel, amely megfelelően kifinomult ahhoz, hogy a maga nemében mini agyként tartsák számon. Idegpályái lehetővé teszik, hogy a koponyában elhelyezkedő agytól függetlenül lépjen fel, képes tanulni, emlékezni, sőt érezni és érzékelni is. Mind több kutatás utal rá, a szív valójában egy nagyon komplex, önszervező, információfeldolgozó központ saját aggyal, ami kommunikál a koponyában elhelyezkedő aggyal, illetve befolyásolja is azt az ideg- és hormonrendszeren, valamint egyéb csatornákon keresztül. E behatások alapjaiban befolyásolják az agy működését és a főbb szerveket, és végső soron meghatározzák az élet minőségét. Ez a bizonyos intézet munkatársainak kutatásai szerint a szív elektromágneses mezőkön keresztül is kommunikál az aggyal. A szív hozza létre a test legerőteljesebb és legnagyobb kiterjedésű ritmikus elektromágneses mezejét, és a szív mágneses tere körülbelül 500-szor erősebb, mint az agy mágneses mezeje, és több méter távolságról is érzékelhető, képes érzékelni. Ezt csak azért említettem, hogy amiről mi itt beszélünk, ez a jéghegy csúcsa, ahogy mondani szokás, de ez is már bőségesen elég ahhoz, hogy bizonyos impulzusokat, bizonyos gondolatokat felszínre hozzon, és pedig. Merem remélni, hogy az itt elhangzottak hátterén egy gondolat mindenképpen rögzül, hogy az ember gondolkodik, az ő. Tehát ettől kezdve merem remélni, hogy a csapongó gondolatok ideje lejárt. És az a korszak is, amikor engem megpróbálnak kívülről látvánnyal, képekkel befolyásolni és formálni. Az is kedvez bizonyos érdekeknek, ha én nem gondolkodom. Azért, mert így könnyen irányítható vagyok. De ha ennek akkora a tétje, én még hagynám is magam, mert hát kényelmes egy álláspont, az kétségtelen. De ha ennek az a tétje, hogy az én gondolataim formálnak engem, akkor azért nem adnám ezt át más kezébe. Engem ne formáljon más. Ne formáljon a saját képére senki. Én olyan akarok lenni, amilyen én akarok lenni, és most végre megtudtam, hogy ennek a lehetősége itt vannak a kezem ügyében. És ha én megválasztom, hogy miről gondolkodom, és milyenni akarok alakulni, akkor hadd tegyem meg, mert most már tudom, itt van a kulcs a kezemben. Azzá válok, hogy gondolkodom. És akkor egy előbb említett példára még visszatérnék. Mondtam, hogy 20 000 döntési helyzettel kell kalkulálni naponta. Ez óvatos becslés. Van, aki azt mondja, hogy 60 000-rel. Hát ez aztán végképp megvalósíthatatlan.
kell nekünk ennyi döntést hozni? Hogyan jelennek meg a döntési helyzetek? Úgy, hogy ránk árasztanak méretetlen mennyiségű információt. És csak úgy kapkodunk, nem? Elgondolkodtunk már azon, hogy ezekkel az információkkal tudunk-e valamit kezdeni? Egyáltalán előbbre visz bennünket? Jó az nekem, hogy tudom, hogy elterítettek valahogy repülőt? Tudom befolyásolni? Tudom, hogy sajnálatra méltó és szánni valók azok az emberek, akik így kiszolgáltatottá váltak, de mondjuk gondolkodtunk ezen, hogy ennyi információval kell-e napi rendszerességgel számolni? Olyanokkal, amelyek amúgy passzív állapotban tartanak engem. És itt megint egy kísérletet hadd mondjak el, ez ma hazai vonatkozású. A keleti előtt, nem tudom, ki jár arra gyakran, ki nem, vannak ilyen kis oszlop darabkák, mint hogyha egy nagy hengeres oszlopot földaraboltak volna, és oda lerakták ezeket a kis kő koloncokat, hogy ki, ha éppen nem félti magát az aranyér kialakulásától, akkor ő csörögjön rajta. Na, a lényeg az, hogy kiültettek erre egy embert, a stáb egyik tagját, randa svejci sapka, ápolatlan külső, topis kabát, ilyen lenyúzott zsebekkel, ahogy a másoktól átvett, vagy turkálóból kikerült kabátok kinéznek. Szóval egy olyan ember benyomását kellett az illetőnek kelteni, mintha hajléktalan lenne. Megbeszélték, hogy 5-6 perces ottani ücsörgés után lefordul arról a kis kőkoloncról, és ájulást tettet. Meg is történt. 10 perc alatt megjegyeztem a számot, mert lehet, hogy én ilyen beállítottságú vagyok. 451 ember ment el mellette, anélkül, hogy hederített volna rá. Tehát ez a sok információ, amit nem vagyunk képesek feldolgozni, passzivitásra kényszerít bennünket. Ugyanígy vagyunk a tévénézéssel is. Látjuk a tévében mindazt, amit látunk, emeli a kést, nem tudjuk lefogni a kezét. Püföli a másikat, szeretnénk közbelépni, de nem lehet. Valóságként éljük meg a látványt, de nem tudunk közbelépni. Ezért hosszú távon, de igen alaposan megjelenik a passzivitás. A tévéről még csak annyit, hogy hihetetlenül gyors képváltásokkal operál. Amikor már úgy kezdeném megérteni, hogy mi van a képen, már ott a másik. Fel se tudtam dolgozni, nem is tudtam átgondolni, ott a másik. Megint elidőzöm nála 1-2 másodpercig vagy 10-ig, megint egy másik kép. Egyszerűen ezek a megnyilvánulások, a külső környezetnek ezek a hatásai, amellett, hogy nem tudok velük mit kezdeni, csak a káoszt termelik az agyamban, mert most mire gondoljak? Itt eltétettek egy repülőgépet, ott ellopták a nagypapa pénzét, ott molotov koktélt dobtak be ide, oda, amoda, szóval kell nekem ezzel foglalkozni, már bocsánat. Én csak azért mondom, ki azzal foglalkozik, amivel akar, de ezek a gondolatok is engem formálnak. Napirenden nem tudok térni felettük, megoldásom nincsen, de ezek a látványhoz kapcsolódó gondolatok érzelmekkel járnak együtt. Nem strucc politikát ajánlok, hogy dugjuk a fejünket homokba, és semmivel ne foglalkozunk, és zárjuk ki a világot az életünkből, nem. Hanem vegyük ezt is az irányításunk alá, és csak azzal foglalkozzunk, amivel akarunk foglalkozni. És ne időtöltés legyen a legfőbb foglalatosságunk, agyon kell ütni az időt. Egyszer hallottam egy mondást, az ember azért talál ki sok mindent, mert nem tud az idejével mit kezdeni. És akkor itt a gondolatmenetet majd lezárjuk, és itt folytatjuk legközelebb, már csak egy példát említenék. Indiában, ahol igen nagy a szegénység, de azért a tévé majdhogy nem minden lakásban ott van, felajánlottak egy lehetőséget a szegény sorsú családoknak. $500 kap az a család, amelyik néhány hónapra kikapcsolja a tévét. Hát az első hét rettentő viharos volt, mert ugye nem tudtak magukkal mit kezdeni az emberek. Egyszerre csak ráébredtek, hogy van gyerek is, nem is egy. Van feleségem is, de furcsa, már rég nem láttam, mert hogy ott ültem a tévé előtt, megettem az ételt ilyen szemellenzős módon, ha ízlett, ízlett, ha nem ízlett, nem ízlett,
Vittem a chipset magammal, beültem a tévé elé, és ott elájultam. Aztán reggel kezdődött az egész előről. Hát nincs tévé, mit csináljak? Na hát igen, zűrös volt az első hét, mert egyfajta elvonási tünetegyüttes is jelentkezett. Nem tudok mit kezdeni magammal, tombolok. Megverem kétszer a gyereket, nem megoldás. Feleségre is kezet emelek, de az se. Na mindegy. Egy hét elteltével kezdett a dolog normalizálódni. Csináltak közös programokat, elkezdtek kirándulgatni, elkezdtek közösen olvasgatni, még beszélgetni is, ami elég ritka. Na szóval, és meggyógyult a családi kapcsolat sok helyen. Olyannyira, hogy például egyesek nem vették vissza a tévét. És rengeteg olyan felesleges információ kiszorult az életükből, amivel amúgy sem tudtak mit kezdeni. Ami szétszórtá tesz, ami felesleges izgalmat gerjeszt, és nagyon sok dologról lemaradok. Ugye vannak tévéfüggők, vannak internetfüggők, és ezek mind-mind formálnak. Ha megyek az utcán és nézek egy reklámot, vagy bármit, hozzá kapcsolódik egy gondolat. A gondolathoz érzelem, az érzelemhez idegingeret közvetítő anyag, ami a tartalmának függvényében vagy pozitív irányban, vagy negatív irányban hat rám. Én vagyok a saját sorsom, a saját életem, a saját valóm kovácsa. És ha ezt az egyetlen mondatot vagy gondolat sort elviszik, akkor ma már nem jöttünk össze feleslegesen. De nagyon sok minden van a tarsolyban még. Egy dolgot ne felejtsünk el, ahogy az ember gondolkodik, az ő maga. Az vagyok, és ennek a felelőssége is rajtam van. Az vagyok, ahogy gondolkodom, amivel szóbálok, amivel lekötöm magam, amit beengedek a tudatomba, az formál engem olyanná, amilyen annak az erkölcsi és eszmei tartalma. És mielőtt önök tennék fel a kérdést, mert valószínűleg feltennék, mi van az agykontrollal, ugye? Mert hogy az is egyfajta ilyen aggyal, gondolkodással összefüggő dolog. Szeretném elmondani azt, hogy amikor tudatos agyi tevékenység van, tehát amikor gondolkodunk, akkor az agy béta hullámokat bocsát ki magából. Ez a tudatos agyi tevékenység biztos jele. Mellette alfa hullámokat is kibocsát, ez a funkció fenntartás, közvetett jelzése az agy részéről, amikor az agy olyan jellegű tevékenységet folytat, hogy engem életben tart, de tudatos gondolkodás nincsen, tudatos sem erkölcsi, sem eszmei kiértékelés nincsen, akkor az agy csak halfa hullámokat bocsát ki magából. Egy ilyen nagy kivetítőre, mint ez, kivetítettek egy akciófilmet, fiatal embereket ültettek bele nagyon kényelmes fotelekbe, és nézették velük az akciófilmet. Az agyukon, vagyis a fejükön rengeteg elektróda, mérték az agyhullám kibocsátását. Az akciófilm első 5 percében ezek a gyerekek mind úgy előre kúsztak a fotel külső első peremére, mert feszülten figyeltek, rámeredtek a képernyőre, mert ugye akkor még volt béta hullám kibocsátás, és amit láttak, annak az erkölcsi és eszmei kiértékelése is megtörtént. 5 perc elteltével visszasüppettek a fotelba, a béta hullám kibocsátás megszűnt, csak alfa hullámokat bocsátott ki az agy, tehát egy nyitott tudattal, erkölcsi és eszmei kiértékelés nélkül fogadták be a gyerekek a látottakat. Magyarán, ami onnan bejött, az mind az agyukat struktúrálta. Ahhoz mind érzelmek kötődtek. Ennek eredménye vegyi folyamatok egész sora, amelyek formálják azt, aki nézi. Mert nincsen tudatosság, nem rekesztem ki azt, ami nem tetszik, és nem engedem be csupán azt, ami tetszik. Egy példát hadd mondjak el. Mondjuk, hogy ilyen közelálló példa legyen, nem velem történt meg, de velem is megtörténhetett volna. Mondjuk leülünk a tévé elé az én kis Dórikámmal, az unokámmal, és megnézünk egy Tom és Jerryt. És nagyokat nevetünk, amikor az egér valami hihetetlen nagy kalapáccsal rávág a macska körmére. Már is gyorsan nő a púp, pulzál, mert fáj neki, sajog, ő pillézik,
és hát a hasunkat fogjuk a nevetéstől. Másnap Dorika az óvodában felvesz egy fakockát, és Pistikét jó fejbe üti, és megszidják. Hát hogy lehet, az otthon nevettünk rajta, a nagypapa is majd meg hasadt a nevetéstől, itt meg engem megszidnak. A gyerekben egyfajta tudathasadásos képlet jön létre, nem? Otthon nevetünk rajta, itt megszidnak. Most akkor hogy van ez? Ez a másik durva szó, amit még megkockáztatok. Fonokromátor, ismerős? Nem, ugye? Pedig mindannyian ismerjük. Ez az, ami a diszkóban villog. Ugye a hang erejének és a hang frekvenciájának megfelelően a színskála el van osztva a hang frekvencia tartományának megfelelően, magas hangoknál piros, stb. Stb. És minél erőteljesebb a zene, annál erősebb a villódzás. A villódzás ugye nehezen viselhető, és éppen ezért az agy úgy reagál erre, hogy leblokkol. A monotonon ismétlődő zene, ez a pulzáló, ritmikus zene, pedig ugyancsak nehezen hordozható, ezért a hallóközpont is leblokkol. És ha két ilyen komoly agyi terület blokkolás alá kerül, ott kikapcsol az agy, lemegy az illető alfába, nincs tudatos agyi kiértékelés, és ennek eredménye a diszkóbalesetek egész sora. És ha valakivel megnézetnék azt a filmet, ami ebben az állapotban róla készül, hát borzasztóan szégyelné magát. Mert nincs tudatos agyi funkció, nincs kiértékelés, és ezért szabadulnak el a gátlások, és ami ott megnyilvánul, az mindenféle ellenőrzés nélkül történik. Ezt csak azért mondom, hogy ad is egy állapot, amikor nem gondolkodom, de bejövő információ akkor is van. Ha tudatos agyi kiértékelés nincs, akkor is a bejövő információ struktúrál, érzelmeket gerjeszt, és ennek minden következménye lecsapódik a szervezetemben. Ezeket riasztásként említettem, hogy közvetett módon és ijesztéssel és mindenkit rábírjak arra, hogy vegyük komolyan Descartes mondását, gondolkodom, és ezért vagyok. És amíg csak igazak, és ha van valami erény, és ha van valami helyes, akkor ezekről, és különben ejtsek fogjó minden gondolatot, mert a kezemben van az a kulcs, amivé önmagamat formálom. És én szívből kívánom, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel pozitív irányban, és ne hagyjuk magunkat sodródni, sem manipulálni a környezetünk részéről.